civil rendőr autóba rejtett trafipax, a gyanútlan autósok sokszor futnak bele a hatóság csapdáiba. Akár látják a készüléket, akár nem, a közlekedőknek minden esetben be kell tartaniuk a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályokat. Van egy mondás, hogy úgy kell közlekednünk az úton, ahogy amikor senki nem lát bennünket, mintha mindenki látna. Tehát akkor a szabályokat akkor is be kell tartani, amikor nincsen körülöttünk forgalom, vagy pedig azt gondoljuk, hogy a rendőrség éppen ott nem végez ellenőrző tevékenységet. A rejtett ellenőrzésnek pontosan az a célja, hogy ezeket a járművezetőket kiszűrjük a forgalomból, és ők is bírságot, figyelmeztetést, illetve a megfelelő büntetőpontot megkapják. Mivel konkrét jogszabályi rendelkezés nincs a trafipaxok elhelyezésére vonatkozóan, a rendőrség keze sincs megkötve, hol mérhetnek, olyan helyeken azonban sosem teszik, ahol ezzel a járművekre, közlekedőkre veszélyt jelentenének. A KRESZ csak megengedő szabályokat ad a kihelyezésre vonatkozóan, itt például oda is kirakhatják az egyenruhások a készülékeket, ahol egyébként tilos a megállás vagy várakozás. Strádák leálló sávjában, sőt magánutakon is trafizhatnak ezeken a helyeken, és azonban csak akkor, ha nem okoznak vele veszélyt. Arról nincsenek adatok, hogy kevesebb lenne idén a szágúdozókból, a megyéből azonban be lehet számolni olyan javuló tendenciáról, aminek köze lehet a gyorshajtók számának esetleges csökkenéséhez. A közúti balesetek száma itt az év első felében csökkent. Köszönhető ez szerintem annak is, hogy ugye a korlátozó kijárási intézkedések miatt kevesebb jármű volt az utakon. Az év hátralevő részében az a célunk, és azért arra törekszünk, hogy ezt meg is őrizzük. Tehát mivel egyre több jármű közlekedik már az utakon, a feloldások, a kijárási korlátozás, illetve a korlátozások feloldása miatt, így a rendőrség nagyobb hangsúlyt fektet a közlekedés biztonságra, több ellenőrzésre számíthatnak, több ittasság ellenőrzésre, illetve sebességmérésre is. Az Origo cikke alapján, bár van, aki próbálkozik, nem sok jóra számíthat, aki egy trafipax szabálytalan elhelyezésére hivatkozva szeretne kibújni a bírságolás alól. A portál által megkeresett jogszerviz szerint, aki esetleg a sebességmérő műszer szabálytalan elhelyezésére kívánna hivatkozni, jó, ha tudja, szinte kizárt, hogy ez azért sikerre vezetne. Ezt kérdésünkre a rendőrség munkatársa is megerősítette. A büntetés mértéke egyébként a sebesség túllépés nagyságától függ, pár tízezertől több százezer forintig is terjedhet.